Sziasztok, üdvözlök mindenkit a mai videóban, ahol is az AE Phase 1-es tankot fogom nektek bemutatni. Elég régóta benn van már a játékban, de alapreáton most elkezdünk egy ilyen kisebb sorozatot, ahol rengeteg fajta tankot bemutatok nektek, köztük ezt a tankot is. Alapreáton röviden én ezt a tankot egy nagyon jó kis tanknak tartom, de ezt majd a videó alapján, vagy saját tapasztalatok alapján ti is el tudjátok dönteni. Jó szórakozást a videóhoz! Most alapreáton ez az AE Phase 1-es tank egy egész mozgékony, jó tűzerővel rendelkező, illetve jó úgymond sebzés kiosztással rendelkezik, tehát viszonylag egy egész jó kis tank. Alapjáraton a negatív az, hogy a toronypáncélján kívül alul van egy hatalmas lemez igazából, hogy be lehet vágni, illetve hát, de szerintem egyébként, hogyha nagyon, még ha nagyon szigorúak is akarunk lenni, akkor körülbelül ennyi negatívumot tudunk felhozni, én legalábbis. Mozgékonyság szempontjából is egész elfogadható, ugye már mióta ez a tank benn van a játékban, azóta már eléggé változott a meta, és hát kerültek be olyan tankok, amik 65 000-szer jobbak nála, de alapjáraton nézzétek meg például ennek a M103-nak, hogy meg fogjuk itt úgymond keseríteni a játékkémét, ugye belevágtunk itt egyet az elején, és most belevágunk még egyet, és így már vagyunk mindjárt 1000 damage-nél. Nem nagyon tud minket eltalálni, igazából fönt a kupulát kéne ellőni, de az se nagyon sikerül neki, és akkor még itt ügyeskedik, próbál elszökni, mi még hál' Istennek pont elcsípjük, és már közeledünk a 2000 damage hát igazából felé, illetve ezt a TD-t is itt ellőjük, páncélvadászt, valamint ott a háttérben az E75-öt is eltaláljuk, és akkor itt vagyunk, hogy van 2600 damage-ünk és 3400 assistunk már, és körülbelül semmit nem csináltunk, és megy a meccs 2,5 perce. Ugye ez alapjáraton egy turbó meccsnek mondható, de azért, mert tök agresszívan én legalábbis, meg a csapat így nyomja le ezt a részt, és valószínűleg azért kevesebb nehéz tank volt itt, illetve páncélvadász. Nézzétek meg, hogy milyen keményen nyomjuk előre, itt 5-6-an, teljes életerővel, HP-val vagyunk még, és akkor itt a bázis felé érkezve látom, hogy valaki kiszputtol minket, és akkor nézem, hogy ez az arti, de hát meg se bírt mozdulni, nem rá se céloztunk igazából, és ki is lőttük, illetve nézzétek meg ezt a tigrist, hogy egyet belevágunk, és akkor itt bele rácézunk még egyszer, ugye itt lejjebb lassítom a riflét, épp még rá se céloztunk teljesen, de bevágjuk, illetve hát ez a szegény leopádra megyünk rá, a K91 már rá is támadott, és mi még egyet hál' Istennek rá tudunk vágni, és ezzel ki is szedjük igazából, nem hiszed ide, azért hozzá segítettünk, és nézzétek meg, hogy 5000 fölötti damage-nél vagyunk, és egyszerűen egy turbóban ledarálva ment ez az egész meccs, és azért láttátok itt, még ha fel is volt gyorsítva, hogy milyen jól effektíve lehet ezt az újratöltést kihasználni, és nézzétek meg, milyen szépen belevágtunk ebbe a T28-ba, tehát alapjáraton ez egy brutál jó tank, és én csak ajánlani tudom, ha természetesen vannak már a metában ugye jobbak, de igazából ez egy tökre játszható tank még. Itt a második meccsünkben a Berlin nevezetű pályán játszunk, alapjáraton ez nekünk egész jó lesz, látom, hogy viszonylag vos tírt kaptunk, tehát egy 10-es tírt kaptunk, de ez nem nagyon rettent el minket, ugyanis be fogunk menni mi most itt a nehéz tank dühöngőbe, úgymond, itt az 50 TP kollégánkkal kicsit összevesztünk, aztán utána igazából már, illetve ezzel a csár kollégával is itt eléggé voltak összerezzenések, hát nem nagyon tudta kormányozni a tankját, de semmi gond. Na visszatérve itt a komoly dolgokra, ugye azt még elfelejtettem mondani, hogy van egy enyhén 10 másodperc fölötti igazából újratöltés időnk, amit én nem nagyon érzek, tehát nagyon szépen, ugye, ahogy mondtam, már effektíve lehet vele osztani a sebzést, és a taktikánk az, hogy itt fölmegyünk, és akkor akik ott majd itt velem szembe be fognak jönni, vagy ott kinéznek, akkor azokat meg tudjuk lövögetni, de ezt várván nem nagyon történt meg, tehát ez nem nagyon történt meg, és akkor egy idő után, amikor türelmetlen lettem, mert ugye hát valljuk be, hogy egy kicsit azért én elég agresszív játékos vagyok, tehát azért én nyomom előre igazából a sort, meg a meccset, és itt azt kéne még, ugye arra várok, hogy történjen valami olyan, ami miatt meg tudnánk indulni. Tehát, hogy azért várjuk be a csapatot, legyen egy kicsit kevesebb ellenfél ott, ez spoilerezni fog, hogy ez meg is fog történni. Itt elmegy előttünk egy gyors tang, akit már igazán ki kéne szedni, mert itt az egész sereget felszputtolja, igazából felderíti. Az N4 megindul, láttam, hogy hát nem a legjobban állunk, de azért már eléggé lenyomtuk, leszorítottuk itt a népet, és pont akkor jön fel a mausz, és beüt minket egyszer, illetve jobb oldalról itt én is megindulok, és várom, hogy nehogy beüssenek.
És akkor látom, hogy ott a háttérben van egy 50 TP, akit simán meg tudnék lőni, azt el is találjuk egyszer, és akkor várok még, hogy még egyszer esetleg betöltsek, de jön rám a mouse, és akkor inkább ezzel már nem fogok itt vagánykodni. Gyorsan visszahúzom a tankot, és reménykedek benne, hogy nem fog ránk jönni, mert az L4 most ugye nem ránk néz. És akkor itt látjuk, hogy a mouse próbál beállni, és akkor várok, hogy az E3 vagy E4, bocsánat, csináljon valamit, hogy esetleg ránk jön, segít nekünk a mouse-szal kapcsolatban, vagy megindulja a kéne egyedül, és látom, hogy ott konkrétan egy csapatársunk betört, így az E4 is remélhetőleg már realizálni fogja, hogy segíthet nekünk errefelé, ami most állásnak meg is történik, és ugye az a taktika, hogy az E3, E4 rámegy, lő egyet bele mondjuk, és akkor utána már mi is lefarmolhatjuk, lőhetünk a mouse-ba. Ugye kicsit óvatos megindulással az E4 igazából rámegy, a mouse-tól kap egyet, és akkor mi is így szépen az alvázát gyönyörűen be tudjuk ütni. Hát sokat nem vesztett az életéből, mert eléggé kevés volt, a kicsi volt az a sárga csík, de nem baj. Nyomni kell tovább az oldalt, belepróbálunk vágni még egyet, ami valahogy nem talált be igazából. A következő prédánk pedig az IS-7-es lesz, akinek ott a felső alvázát, vagy az alját szeretnénk eltalálni, és szintén nem sikerült, mert már szinte teljesen visszahúzta magát, úgymond a sziklafal mögé. És akkor nézegetem, hogy most vagy az IS-7-re kéne lőni, vagy a mouse-ra, és úgy gondolom, hogy előtte magát az IS-7, így rámehetnénk simán a mouse-ra, ki is szedik, és akkor innentől kezdve a következő célpontunk már maga az IS-7 lesz. És ez tök jó lesz igaz, amit itt csinál az IS-7, legalábbis nekünk, mindig hátra húzza magát, és így az alvázánál pont bevágjuk. És akkor most megint gondolkodik, megint betölt az IS-7, és akkor ránk jön megint az L4-re. Az L4 megint okoskodik, meg próbálnak valamit, belevágott egyet, megint visszahúzza magát, megint rávágunk egyet, és így tök jól lefarmoltuk magunkat közel a 3000 damage-hez, és akkor arra várunk már csak, hogy vagy betöltsön, vagy legyen valami, és akkor mi meg egész egyszerűen szépen ki tudjuk szedni ezt a tankot. Ránézünk szépen, és az alját ki tudtuk lőni, és akkor szépen mehetünk tovább a Mausenre. Arra kell még nekünk figyelni, hogy egy 750-et nem nagyon szeretnénk kapni, így ezt a T-30-at majd ki kéne szednünk. Itt lesz egy kis szerencsém is, mert látom, hogy ez a mouse ez itt szerencsétlenkedik, és én tudom, hogy ott van a T-30, tehát ott ki fog tudni jönni, ezt ő is realizálja. Rápróbálok lőni egyet, nem talál, de hál' Istennek nem tud minket előni, mert kiszedték már előbb. És akkor így próbálok ilyen megindulós cselt csinálni igazából, de ez már nem nagyon fog kelleni, mivel már kiszedték a mouse-t. Az 50 TP-re megyünk rá, itt gondolkodok, hogy beszednek egy lövés, de hál' Istennek lepattanunk, mivel előtte magát, így tudok alkulni, hogy mehetünk előre, és egy 4-10-zel megjutalmazzuk azt az adott tankot, 2500 fölötti damage, tehát ez már önmagában egy tök jó igazából eredmény lenne. Itt várunk, egy kicsit bevárjuk a csapatot, illetve hogy lőjék, szedjék ki, illetve azt várjuk, hogy az 50 TP-e. És akkor igazából itt már csak a TVP van, illetve a későbbiekben fogom realizálni, hogy jobbra föl itt még van az ellenfélnek egy tankja, de hál' Istennek a TVP-t kiszedjük, és nem most fogom realizálni, hogy basszus, itt még valakit lőnek, de mire már odafordulnék, már 65 000-en meglövik, így nagyon nincs dolgunk, hogy mit csináljunk, és akkor van még két tankja van az ellenfélnek, az egyik itt lesz a bokorba, akinek nem bírtuk sajnos átütni a páncélját, illetve a másik tank, a 121B, az pedig ott lesz bent az épületeknél, akit sajnos sehogy nem tudunk előni, illetve itt a Kunze Panzer egy KPZ, vagy igen, a Kunze Panzer egy nagyon szép mutatványt csinált nekünk. Reménykedünk, hogy a 121B esetleg kijön ott, vagy valamit fog olyat csinálni, olyan mozdulatot el tudnánk csípni, de ez már nem fog bekövetkezni, de nem is nagy gond igazából, mert egy viszonylag tök jó meccset zártunk, hát az előző természetesen jobb volt. Tehát ez a tank összegezve egy marha jó kis jármű, szerintem. Nos, én nagyon szépen megköszöntöm a kitartó figyelmeteket, remélem, hogy tetszett ez a videó, illetve lájkoljatok és iratkozzatok fel, mert nagyon sokat segítetek vele, illetve ezzel is jelzitek, hogy még szeretnétek ilyen részeket. Írjátok meg, hogy ti ezzel a tankkal milyen meccseket gurultok, illetve mi a véleményetek. Találkozunk a következő videóban, epizódban, addig is jó szórakozást és kitartást. Sziasztok!